Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója július 21-én, kedden. Nézzük először a fontosabb híreinket, röviden. Elmarad! A közgyűlési határozat értelmében idén nem lesz városnapja. Két kanizsai érem, Becsi helyen versenyeztek az ultrakönnyű repülősök. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Még a kukoricamorzsolást is kipróbálhatták a Svensztábor résztvevői. A gyerekek fő programja természetesen a tánc, de ma az újudvari vadudvar gazdasági bemutatóján is részt vehettek a múzeum udvarán. Különböző feladatokon keresztül ismerkedtek meg a gyerkőcök a vidéki élet szépségeivel az idei tánctábor második turnusában. Ma délelőtt 42 szorgos kéz morzsolta a kukoricát. A tánctáborainkban igazából nem feltétel, hogy tudjanak táncolni a gyerekek, hiszen van éppen olyan, aki itt egy-egy táborban kap kedvet ahhoz, hogy ezt a fajta táncstílust szeretné a továbbiakban tanulni, megtetszik neki. A táborban a fő motívum természetesen a tánc, de mellette megpróbáljuk mindenféle színes programokkal szórakoztatni a gyerekeket. A táborozók a tánc gyakorlása mellett új barátokra is szert tehetnek a programon. Azért jöttem a táborba, mert nagyon szeretek táncolni, és nagyon jók a programok, és sok barátot szerzek. Többen már évek óta visszatérő látogatói a nyári napközis tábornak. Sokat táncolunk, meg vannak ilyen plédek, amikből bunkit lehet építeni, és van még két gyerek, akivel szoktunk építeni. A szervezők a nagy érdeklődés miatt idén egy kézműves tábort is meghirdettek. Napközis tábort szervezett a nyár derekán az Ereklin Táncklub is. Az ötnapos tréningre nem csupán a már meglévő táncosaikat, hanem a teljesen kezdőket is várták. Hétfőn kezdődött a nyári tábor, amely a már gyakorlottaknak edzésként szolgál, a legfiatalabbak pedig megismerkedhetnek a tánc alapjaival. Elég hosszúra nyúlott az iskolai szünet, ezért úgy gondoltuk, a nyár közepén is tartunk tánctábort, az is eléggé lehetőség és szórakozásra, kikapcsolásra, tanulásra ad inspirációt, lehetőséget a gyerekeknek, akik még esetleg nem találkoztak ezzel a műfajjal, illetve azoknak is, akik már ide a táncklubba járnak, ezért is döntöttünk ebben a nyár közepi időpontban. Kis csoportokban foglalkoznak a kezdőkkel és a haladókkal, hiszen mint ahogy Lexikó Csaba fogalmazott, a műfaj nehézsége és komolysága mindig behatárolja a lehetőségeket. A táborba szép számmal jelentkeztek az abszolút kezdők is. A 11 esztendős Kollár Tamara már régóta érdeklődik a táncok iránt, még iskolai szakkörre is jár. Valamikor otthon beteszek egy kis zenét és táncolok valamit. A klub táncvilágnapi rendezvénye csak úgy, mint a tavaszi kultúrkorzó, a járványhelyzet miatt elmaradt. Pótolva a fellépéseket és kárpótolva a város lakosságát, szerdán a Sétáló utcában 18 óra körül egy kis meglepetéssel készülnek az eraklinosok. Hagyományőrző rétesütés volt vasárnap Zalamerenyén. A program célja, hogy a fiatalok is megismerjék a közkedvelt sütemény elkészítésének lépéseit. Az eseményen 20 tepsivel sütöttek a gyúrt tésztából készülő finomságból. A rétesütés mellett Zalamerenye értékeit is bemutatták az érdeklődőknek. A mai nap a helyi értéktár, régi emlékek bemutatása. A fiataloknak, ezeknek az emlékeknek hagyományőrzés céljából történő bemutatása. Ezen kívül, mivel nem csak tárgyi emlékek vannak, hanem gasztronómia is, a rétesütés mesterségét és annak fortéjait mutatják meg az idősebbek, a fiataloknak. A háziasszonyok szerint a jó rétes elkészítésének egyik legfontosabb összetevője a türelem. A rétes tészta a készítésének nem olyan nagy titka van, csak annyi, hogy nagyon jó ki kell dolgozni a tésztát, és akkor kicipózzuk és pihentetjük, és akkor utána még türelem kell hozzá, tehát a nyújtáshoz nem lehet elkapkodni a
rétes tészta nyújtását. A program során az is kiderült, hogy szinte minden család más és más módon készíti a rétest. A legkelendőbb fajta a káposztás, a túrós mazsolás, valamint a tökös mákos volt. Bemutatjuk, hogy valójában hogy is készül, és ugye itt kiderült, hogy tulajdonképpen Merenyén élünk, két család nem egyformán készíti azt a bizonyos rétes tésztát sem, ami hagyományos rétes tésztának mondható, mert a technikában más van. Et a gömbbe, pihenteti egy picit, a lányok ott az asztalon kisodorják egy picit, és úgy pihentetik, tehát de ettől függetlenül ugyanaz a gyönyörű és finomság készül belőle. Herodek Miklós, Zalamerenye polgármestere híradónknak azt is elárulta. Azt tervezik, hogy később más gasztronómiai fortélyokat is átadhatnak a fiataloknak. Idén elmarad a városnapja, a június 25-én hozott közgyűlési határozat értelmében nem lesz megtartva a vírushelyzet miatt augusztus 20-21-ére tervezett nagyszabású program sem. Ugyanakkor az ünnepi közgyűlést és a díjak átadását a jelenlegi tervek szerint augusztus 29-én megtartják. Mi azt gondoljuk, hogy a városnapi ünnepi közgyűlést meg kell tartani, a díjakat át kell adni, de magát a szabadtéri rendezvényt azt nem látjuk felelősen, hogy ezt most bevállalhatnánk és megrendezhetnénk. Nagyon sajnáljuk, hiszen a városnapi rendezvények, különösen ha jó időben vannak, akkor az egy jó színfolt volt, és valóban jó esemény volt a városban. A határozati javaslatot a június 25-i közgyűlésen az Éve frakcióvezetője terjesztette elő. Mint az elhangzott, az egészségügyi és jogszabályi helyzet mellett a környező nagyobb városok rendezvényeit illetően is vizsgálódtak az Éjjel Városunk Egyesület tagjai. Aki egyetért dr. Fodor Csaba úr javaslatával, az igennel szavaz. Nyolc igen, nulla nem, hét tartózkodással elfogadva. A város napjának szervezője, a Kontúr Plusz Egyesület hétfőn egy közleményt jelentetett meg a közösségi oldalán, melyben egyebek mellett ez szerepel. Sajnáljuk, hogy a korábbi rendezvényeinkkel és az idei város napjával kapcsolatos önöktől kapott rengeteg pozitív megnyilvánulás, visszajelzés, megkeresés nem teljesedhet ki, és az országosan is egyre látogatottabb eseményre a frakció döntése értelmében most nem jöhetnek el. Az Egyesület elnöke Horváth István nem kívánt kameránk elé állni a témával kapcsolatban, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a szervezet Facebook bejegyzése nyilvános. A Kontúr Plusz Egyesület posztjára az Éve frakció részéről Berta Krisztián reagált. Egyébként az ominózus 25-i közgyűlésen a napirendi pont tárgyalása kapcsán semmilyen vita nem bontakozott ki a többség és a Fidesz frakció között, és polgármester úr is azt mondta, hogy 2020-as év már csak sajnos ilyen év lesz. A rendezvény elmaradását a civilek és az érintett háttérmunkások többsége sajnálja, de megérti. Mint magánszemély viszont azt mondom, hogy sajnálom magát ezt a dolgot, hogy sem áprilisban ugye a pandémia miatt, és most sem, tehát szintén megint a pandémia miatt nem jön létre, úgymond ez a fesztivál vagy városnapja. De hát ugye itt belefutunk már utána a következő fesztiválokba is, hiszen nem tudjuk, hogy most éppen ezen a héten pénteken a kormány mit fog dönteni, hiszen eddig csak 500 főig van megengedve, úgymond a szórakozási lehetőség szabadtéren és zártéren egyaránt. Utána mi lesz, azt nem tudjuk. A Kontúr Plusz Egyesület bejegyzésének utóiratában megemlítették a Dödölle Fesztivált, illetve annak idei szervezőjét, a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.-t. Ahogy a közösségi hálón olvasható írás fogalmaz, a mostani június végi döntésnek van egy kis pikantériája, hiszen a 2020. szeptemberére tervezett Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivált a korábbi években általunk pályázat útján elnyert, idén a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.-nek pályáztatás nélkül odaadott, már 2020. márciusában lemondták. Erre reagálva Tar Mihály, a Médiaház ügyvezetője elmondta, a fesztivál szervezése áprilisban megállt egy ponton az egészségügyi jogszabályi helyzet miatt, ezért mi akkor úgy gondoltuk, amíg nem lesznek tiszták a szabályok, nem fogunk semmit meghirdetni, sem szervezni. Én azt gondolom, hogy egyelőre a döntésünk jó. Azt, hogy lesz-e Dödölle Fesztivál vagy sem, azt majd meglátjuk akkor, amikor a kormány eldönti, hogy mit enged augusztus 15-e után megrendezni, és mit nem.
A Dödölle Fesztivál szervezésének kérdésével mai napi Kanizsa című műsorunkban, a holnapi híradóban és az eheti Kanizsa újságban is foglalkozunk. Ahogy arról már egyébként hírtattunk, augusztus 15-éig biztosan nem változhat a kormány az 500 főt meghaladó zenés-táncos programok tilalmáról. A becsehelyi Mura repülőtéren rendezték a Mura Kupa repülőversenyt és a második autógyiró találkozót a hétvégén. A megmérettetésre az ország számos pontjára érkeztek pilóták. A versenyen két kanizsai érem is született, a kétüléses kategória második helyét a Waller Attila Pataki Bernadett páros szerezte meg, míg szintén ebben a kiírásban a Kuruc Attila Makár Ferenc duó harmadikként zárt. Hosszú kihagyás után érkeztek újra ultrakönnyű repülősök Dél-Zalába. A versenyzőknek GPS alapú és hagyományos navigációs feladatokat kellett teljesíteni a megmérettetésen. Annak alapján pontozzuk, hogy az előre áltervezett repülési tervet mennyire tartja pontosan térbe és időbe, és mennyire jól ismeri fel a rendezőktől kapott fotókat. Magyarországra mintegy 10 éve tört be az ultrakönnyű sportrepülés, 8 éve pedig már hazai képzéseket is tartanak, melynek köszönhetően egyre több a magyar pilóta. A jó pilótasághoz igazából kitartás kell, egy csomó tanulás, és hát 30 óra repült idő gyakorlati képzés, 100 óra elméleti, ami szükség van ehhez. Az autógyiró találkozón több típusú gépet is láthattak az érdeklődők, mint például a bolgár Niki Kalitea, melyből összesen két darab található Magyarországon. Férfi teniszversenyt rendezett a hétvégén a Kanizsa Tenisz Klub. A versenyen bármely korosztály tagjai részt vehettek, így akadt olyan kiírás is, amelyben 60 év feletti párosok mérték összetudásukat. A verseny célja az amatőr tenisz népszerűsítése volt. Összesen 8 páros nevezett a fiataloknál, valamint létrehoztak egy a 60 év felettiekből álló korosztályt. Itt 5 páros csapott össze. A megmérettetésre az ország különböző részeiről érkeztek, mint például Oroszlány, Zalaegerszeg, Marcali, Pécs, Kaposvár és Nagyatád. Általában a legjobb 4 közé azok jutottak, akik az első 4 kiemeltek voltak. A fiataloknál, illetve az időseknél is a győztesek azok kupadíjazásban, éremdíjazásban, illetve a levélben részesülnek. Az 5. 8. az vigasz versenyt rendeztünk, ott oklevél jutalmazást kapna. A 60 pluszban ott már a döntőt játszunk, ott egy kanizsai, tehát én meg a párom, a Horváth Zolival játszunk egy egerszegi páros ellen. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat, egy-egy mondatban. Elmarad? A közgyűlési határozat értelmében idén nem lesz városnapja. Két kanizsai érem, Becsihelyen versenyeztek az ultrakönnyű repülősök. Ez volt a Kanizsa TV híradója július 21-én kedden. Híreinket megtalálják a honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket kollégáim nevében is köszönöm, viszontlátásra!